Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. 80 éve történt, a holokauszt zsidó áldozataira emlékeztek Szekszárdon. Babits Mihály Kulturális Központ, új igazgató. Reklámóra, Koszorú Béla szekszárdi órásmester üzletéből. A szekszárdi órás dinasztia sarja, Koszorú Bélával beszélgettünk. A szekszárdi magyar-izraeli baráti társaság és a szekszárdi izraelita hitközség tagjai közösen szervezett megemlékezést tartott a holokauszt 80. évfordulóján a szekszárdi művészetek házában. Az egybegyűltek együtt tisztelegtek az áldozatok előtt és a nemrég elhunyt Friedman Tamásra is emlékeztek. Az évfordulós rendezvény Csötönyi László Szekszárd város közgyűlése kulturális bizottságának elnöke nyitotta meg, aki megható szavakkal köszöntötte az emlékezőket. Ezt követően Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere tartott emlékező beszédet, amelyben a holokauszt szörnyűségeit és annak hatásait elevenítette fel. Kiemelte, hogy tavasszal több botlatókövet is elhelyeztek a városban az áldozatok emlékére. Minden évben megemlékezünk a holokauszt emléknapjáról. Ez az év egy sajátos év, mert a botlatók avatások is megtörténtek. Ezáltal nem csak egy évben egyszer van megemlékezés, hanem folyamatosan, ahol a botlató kövek el vannak helyezve, ott minden nap szembesülhet a lakosság ezekkel a borzalmakkal. A 1944-ben kiváló és tehetséges emberek estek áldozatául itt a szekszárdi lakosok közül is, és hát gyakorlatilag így ezzel méltó megemlékezést tudunk adni. Sajnálatos esemény árnyékolja be a mai megemlékezést. Sajnos Friedman Tamás barátunk a héten elhunyt, és hát ő örökös házigazdája volt ennek a megemlékezésnek, és szívén viselte a szekszárdi és a környékbeli zsidóságnak az életét. Nagyon sok munkát végzett, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végzett a megemlékezések és az egyéb feladatok érdekében. Sajnálattal, megdöbbenéssel hallottuk a hírt, és hát az a kellemetlen, hogy én halál előtt másfél héttel még beszélgettem vele, szerveztük a mai programot, de sajnos hát meg se fordult a fejünkbe, hogy itt az elköszönés ideje. Sajnos a Tamás még nem készült menni, de az Úristennek nem tudunk határokat szabni. Őszinte részvétünk. Béresnyi Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület alapítója és vezetője is búcsúzott Friedman Tamástól. A Tücsök Zenés Színpad nevében köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy aktív közreműködői lehettünk rendezvényeiteknek. Magánemberként őszinte részvétel kívánok nagyon sok előtt feleségednek, Marikának és gyermekeidnek a fájdalom elviseléséhez. Nagy űrt hajtsz magad után. Az Egyesület fiataljai által előadott nívós emlékműsor után liturgiai megemlékezést tartott Fináli Gábor rabbi. Idén 80 éve, vagy 44-ben utolérte a magyar zsidókat, ugye a szekszárdiakat is, az a borzalom, amit a náci Németország és a helyi kollaboránsaik nekik előkészítettek és szántak, és ez a tragédia feldolgozhatatlan mind a mai napig. A szekszárdi megemlékezés mindig nagyon nívós és nagyon művészi. Jó, hogy fiatalok azok, akik ezt mind prezentálják, de arra emlékeztettem mindenkit a megemlékezés rámeső részében, hogy a nácizmus csak
részben hozott újat, részben csak felerősítette azt, ami Európában eleve megvolt. És hogy ez a métej, ez még nem veszett ki teljesen, és azt hihetnénk, hogy egy megemlékezések 80 évvel később csak egy évben egyszer elegek ahhoz, hogy ezeken a borzalmak ellen mi immunisakká váljunk. De én hoztam sok példát arra, hogy talán Európa zsidótlanítása és zsidótlanodása egy folyamat, ami azóta is zajlik, hiszen a II. Világháború után 5 millió zsidó lakott Európában, most már kevesebb, mint 1 millió lakik, és hogy ez a sok esetben azoknak a túlélőknek, vagy leszámadottaknak a bizalma Európában az, ami elveszett, és ezt a bizalmat kéne visszaszerezni. Szekszárdon és közvetlen vonzás körzetében a II. Világháborút megelőzően 750 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált mindegy 650 zsidó személyből, 600-an már nem tértek haza élve. Idén Szekszárd elvesztette hitközségi elnökét, Friedman Tamást, és az ő elvesztése és tragikus hirtelenségű halála szintén részét képezte a megemlékezésnek mindenki részéről. A polgármester úr részéről, a Tücsök csapat is vezetőjével együtt búcsúzott tőle, illetve hát én is megemlítettem azt, hogy a személyes jó kapcsolatunkon túl nagyon hiányozni fog, és az ő távozása, legyen az gyors vagy lassú, tragikus vagy nem tragikus, de az ő távozása is szimbolizálja ezt a fajta kiüresedést, azt a folyamatot, ami Európában nem csak 44-ben, hanem azóta is zajlik. A megemlékező műsort követően a korábbi volt zsinagógaként funkcionáló, a mai Művészetek Háza mellett található holokauszt emlékmű koszorúzása következett. Július 4-én vette át kinevezését Gonda Mária, aki 20 éve erősíti a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ tevékenységét. Decemberig pedig egészen biztosan ő az intézmény igazgatója. A korábbi ügyvezető igazgató Berlinger Attila mellett Gonda Mária volt a Kulturális Központ igazgató helyettese. 2004-ben kerültem a Művészetek Házába. Baki Péter volt akkor még az igazgató, és a Művészetek Háza nem tartozott még a Babits Mihály Kulturális Központhoz. Önálló intézmény volt. Sajnos nem sokáig, mert hogy 2005-ben integrálták a Babits Mihály Kulturális Központba. Baki Pétertől kaptam szerintem a művészetek iránti fogékonyságomat, illetve a művészetek szeretetét, és az ott dolgozó kolléganőktől pedig az alázatot tanultam meg, a munkához való hozzáállást, és azt az alázatot, amit nagyon kevés helyen tapasztaltam úgy egyébként. A Művészetek Háza előző igazgatója dr. Méri Éva volt, ugye őt sem kell senkinek bemutatni, és azt is látjuk, hogy minden rendezvényen majdnem, hogy megfordul. És ez is szerintem egy olyan indítatás, amiből sokan tanulhatunk. Tehát nem csak addig volt neki fontos a Művészetek Háza, amíg ő vezette, hanem azután is folyamatosan nyomon kíséri a működését. A következő főnököm ugye Matóknik Apási Jula volt. Julától az elhivatottságot tanultam, illetve láttam azt a munkához való hozzáállást, amit szerintem magamévá tudtam tenni, és tőle, meg még itt néhány csoportvezetőtől szintén látom. Ugye mindenki ismeri a Tücsök Zenész Színpad vezetőjét, Béresné Kollár Évát, aki szintén ez a fajta elhivatottságú ember. A következő igazgatónk Halmai Robi volt. Tőle a rendszernek a fontosságát tanultuk. Neki köszönhetjük egyébként azt az adatbázist, amiből a mai napig is dolgozunk, és ami sokkal megkönnyítette a munkánkat, vagy nagyban megkönnyítette a munkánkat, és a mai napig is megkönnyíti. És akkor említhetném még így folyamatában az összes többit, de ugye utolsó igazgatónk Berlinger Attila volt, akitől viszont az önmérsékletet próbáltam, illetve valamilyen szinten talán sikerült is megtanulnom. Én eléggé vehemens ember vagyok, és azonnal véleményt alkotok, amit nem biztos, hogy mindig nagyon jó, és hogy
számoljunk el magunkba 100-ig, mielőtt kifejezzük azt, amit gondolunk. Úgyhogy Attilától ezt sikerült talán valamennyire elsajátítanom, illetve igyekszem elsajátítani. És köszönöm neki a bizalmat, amivel megtisztelt, majd igyekszem úgy tenni, hogy ennek meg is feleljek. Őket mindenképp szerettem volna megemlíteni, mert azt hiszem, hogy ők olyan emberek, akikről érdemes beszélni, meg fontos. És az is nagyon fontos, hogy tehát amikor engem kineveztek, most ugye csütörtökön volt a közgyűlés, akkor én utána nagyon rossz állapotba kerültem. Nekem ez egy iszonyatos nagy megtiszteltetés, hogy olyan emberek nyomdokaiba léphettem, mint akiket az előbb említettem. Tulajdonképpen én, ha úgy fogalmazhatok, akkor szokták mondani, hogy a szamárlétrát végigjártam. Elég sok területen dolgoztam, de minden igazgatónak volt egy liblingje, és nekem ez a művészetek háza. És most arra törekszem, hogy a régi fényében tudjon pompázni. Azért volt időszak, amikor sajnos be kellett zárnunk, a gazdasági helyzet nem engedte meg, hogy nyitva tartsuk, de a művészetek háza idén 40 éves fennállását ünnepli. Augusztus 25-én készülünk egy jubileummal, és az a tervem, hogy az augusztus 25-i jubileumtól egy éven keresztül a 40 évet 40 olyan produkcióval ünnepeljük, ami méltó a házhoz, és olyan embereket szeretnék meghívni, művészeket, akár a zene, akár a képzőművészetek területén, akik ezzel a 40 év alatt megfordultak a házban, illetve akik támogatták az ott folyó munkát. Az ügyvezető igazgató a Művészetek Háza 40 éves fennállásának jubileumi programjáról még teljes terjedelmében nem számolt be nekünk, de részleteket elárult. Az biztos, hogy a jubileumi koncert, illetve a jubileumi rendezvénynek a közreműködője a Szekszárdi Kamarazenekar és a Szekszárdi Madrigál Kórus, hiszen ők részt vettek a megnyitókor is a programok sorában. És az első kiállítás az Bazsonyi Arany és Becsési Sándor festőművészek kiállítása volt, és ezt a 40 éves jubileumot szintén az ő kiállításuk megrendezésével szeretnénk indítani, illetve ezt a jubileumi évet. Szekszárdi születinapok az minden évben egy nagy kihívás. A programok azok nagyjából összeálltak, most zajlanak az utolsó egyeztetések, szerződéskötések. Igazából kedvencem nem így van, hogy megneveznék egy rendezvényt, mindig az aktuális, ami éppen a kedvencem. Annak örülök főleg, amikor olyan visszajelzést kapunk az emberektől, akik megfordulnak a rendezvényen, hogy fú, ez nagyon-nagyon jó volt. Tehát néhány évvel ezelőtt volt egy karácsonyi adventi időszakban egy koncert, amiről úgy jöttek ki az emberek, hogy nem is nekünk, de egymás között beszélték azt, hogy ez egy milyen nagyon-nagyon jó koncert volt, és hogy ez az év koncertje volt tulajdonképpen. És ez az, amiért azt gondolom, hogy így érdemes. Ezek azok a fontos momentumok. Vagy egy színházi szünetben, amikor megállít valaki, és azt mondja, hogy fú, de jó programjaitok voltak már eddig is, és hogy milyen jók lesznek, és hogy szívesen jövünk, és köszönjük. Ugye itt volt a Covid, egy csomó ideig nem tudtunk olyan programokat szervezni, ahol az embereket személyesen tudtuk fogadni, és először nehéz volt visszahozni a közönséget, most viszont már azt gondolom, hogy talán dömping is van. Tehát olyan sokan jelentkeznek egyébként is hozzánk terembérletben is, hogy már néha nem tudunk helyet biztosítani. Tehát december 31-ig most már új rendezvényt fel sem tudunk venni, mert hogy annyira megtelt a repertoár. Fél évre kaptam a kinevezést, december 31-ig, közben majd kiírják a pályázatot. Addig azért nekem nem biztos, hogy nem lesznek álmatlan éjszakáim, mert hogy azért én próbálok mindig a tökéletes felé húzni, ami azért elég megterhelő, meg nehéz tud lenni, és hát elég kevesen is vagyunk. Az a szerencse itt nálunk, hogy olyan teherbírású kollégáim vannak, akik szerintem nem sok helyen fordulnak meg. Tehát akár a szakmai területen, akár a technikusok soraiban, meg a kommunikáció terén is nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki elhivatott, és szereti azt, amit csinál, és abszolút lojális az intézményhez. És ezért így talán egy picit könnyebb, illetve hát nélkülük ez nem is működhetne. Július hónap műtárgya a Wasinski Mohr Múzeumban ezúttal egy reklámóra. A 77 éven keresztül folyamatosan működő műhely ikonikus jelképét Koszorú Béla szekszárdi órásmester ajánlotta fel. Konkoly Lilla, a múzeum történésze mondta el nekünk az óra történetét.
Július hónap műtárgya, ugye ez a nagyméretű óra, ami hát eredendően egy gyáripari keretek közt készített fali óra volt, ami aztán idővel idősebb Koszorú Béla tulajdonába került, valamikor az 1940-es években, és hát ő alakította át ezt egy egyszerű, egy mechanikus óra szerkezetté. Ugye a mechanikus elven működő órák elterjedése egyébként a 13.-14. századra tehető. Ugye ekkor jelennek meg az első fogaskerekes rendszerű órák, ami a homokórákat és a napórákat váltotta fel. És hát ugye ilyen volt az első toronyórák megjelenése is ebben az időszakban, itt a 13.-14. században, Európa nagyvárosaiban, Angliában, Franciaországban, Itáliában és ugye a német nagyvárosokban terjednek el. Ugye ezek szinte már teljes egészében vasból készült szerkezetek voltak, amit hát kovácsok és lakatosok készítettek, úgyhogy nem véletlen, hogy maga az órás szakma is ezekből a mesterségekből alakult ki aztán az idők folyamán. És hát volt időszak, amikor az órás szakma a legbonyolultabb műszerész foglalkozások közé tartozott. Ugye egykor sokan űzték, egész órás dinasztiák jönnek létre az idők folyamán. Ugye a magyarországi órásszéhek egyébként zömmel a 18. és 19. században jönnek létre. Egyébként ez a fénykora is a magyarországi óragyártásnak. Ugye főként városokban működnek, és hát feladatuk nem csak a régi órák javítása és karbantartása volt, hanem az új órák készítése is. Aztán a 20. században már sokat változik ez a dolog, hiszen még korábban készítették és javították is az órákat, de a 20. században már jószerűen inkább csak eladták a legtöbbször gyáripari keretek közt készített órákat. Hiszen egyre nagyobb teret nyer a gyári termelés, amivel az egyedi, a kézi előállítás már nem tudott úgy versenyezni. Ugye nem tudta felvenni a versenyt az olcsó és termelékeny gyáriparral, úgyhogy az órások élete fokozatosan átalakul 20. századra, iparművészekből egyre inkább kereskedőkké válnak. És hát megélhetésük biztosítása érdekében már ékszerek értékesítésével is elkezdenek foglalkozni, tehát az órák javítása és eladása mellett nemesfém és ékszerkereskedelemmel is foglalkoznak már a 20. század első felében. És ez az óra, amit itt láthatunk a vitrínben, ez, ahogyan mondtam, eredendően egy gyáripari termék, a német Junghans gyár terméke. Ugye a Junghans gyárról azt érdemes tudni, hogy a német óragyártásnak is egy kiemelkedő márkája, ami 1861-ben kezdte meg a működését a Fekete-erdő vidékén, majd hát néhány évtizeddel később már az élvonalba került, hiszen a századfordulóra már a világ egyik legnagyobb óragyárává válik. Nos, hát itt a Junghans gyárban készítették ezt a típusú órát. Az 1920-as években fejlesztik ki és gyártják ezeket a típusú órákat. Egyébként ez egy elektropneumatikus tekercselési fali óra volt. És itt az volt a működési elv, hogy volt egy főszerkezet, egy mesteróra, ami működtette a hozzá kapcsolódó kisebb méretű alórákat egy bizonyos zárt rendszeren belül. Itt tehát egyszerre több helyen is képes volt mutatni az időt, akár 30, 40, 50 méter távolságból is. Ugye ilyen órákat elsősorban reptereken, ipari létesítményekben, gyárakban használtak. Aztán ez, ahogyan mondtam az elején, és idővel idősebb Koszorú Béla tulajdonába került, pontosan nem tudjuk ennek a részleteit, de aztán ugye ő alakítja át ezt a 40-es évek közepén egy egyszerű, egy hátoldalán felhúzó kulcsán működő óraszerkezetté. Egyébként Koszorú Béla az órásmesterség alapjait még nagybátyja Tóth János szekszárdi műhelyében sajátította el, az 1930-as években volt ott egyébként segéd. Majd innen Pécsre kerül, az Irgalmasok utcájában működő Futász János órásmesternél szerzett további tapasztalatot. Úgyhogy ő a mesterlevelét is itt egyébként Pécsen szerezte meg az 1930-40-es évek fordulóján. Önálló műhelyét aztán a II. Világháborút követően nyitotta meg Szekszárdon, a Rákóczi utca 9-es számú házat veszi meg 1946-ban,
Úgyhogy ez lesz a műhely alapításának az időpontja, tehát ekkor indítja el az önálló órás iparos vállalkozását. Nos, hát ez az óra is ekkoriban kerülhetett a műhely kirakatába, ami ugye a pontos időt jelezte, ugye az utcán járók időbeli tájékozódását szolgálta, ami nagyon fontos volt abban az időben a város életében. Aztán üzletét a Rákosi korszakban államosították. Egyébként itt az 1940-es, 50-es évek fordulóján az ország összes nemesfémmel foglalkozó kisipari vállalkozását állami tulajdonba vették. Úgyhogy ilyen kisipari szövetkezetekbe csoportosultak az órások, és hát az órák javítása is ilyen szövetkezetekben történt. Na most Szekszárdon is létrejön a kisipari szövetkezet, az órások számára is, amiben azonban Koszorú Béla nem lépett be, hanem a saját lakásán folytatva a működését óraszíjak cseréjével és órák javításával foglalkozott. Majd a 70-es években ugye a főiskola épülése miatt lebontásra ítélik ezt a Rákóczi utcai lakását, ahol ez idáig a műhelye is működik, úgyhogy ekkor költöztetik át 1977 nyarán a műhelyét az Arany János utcába. És hát egyébként itt láthatunk is majd a felvételen, illetve a plakáton ugye az Arany János utcai műhelyről egy korabeli felvételt. Majd 10 évvel később újra költöznie kellett, ugye 1987-ben kerül át műhelye a végleges helyére, Szekszárd főutcájára a városközpontba, ugye a Széchenyi utcába. Aztán az órás szakmát időközben fia, ifjabb Koszorú Béla is elsajátította, aki 1969-ben szerezte meg a képesítést, és egy ideig édesapja műhelyében dolgozik. Az üzlet vezetését aztán 1989-ben édesapja halálát követően vette át. Aztán a rendszerváltást követően lehetőség nyílt számára az ékszerész képesítés megszerzésére is, úgyhogy a 90-es évektől már arany és ezüst ékszerek árusításával is foglalkozik műhelyében. Aztán nyugdíjba vonulását követően felesége Koszorú Györgyi vette át az üzletvezetését. Ő ásványékszerek készítésével foglalkozott, úgyhogy ő ezzel bővítette az üzlet profilját. Majd hát végül is a szakma végleges feladásáról 2023 őszén döntöttek, úgyhogy ekkor ajánlották fel az egykori műhely berendezési tárgyait, illetve óráinak egy részét a Vosinszky Mór Múzeum történeti gyűjteménye számára. A különböző korszakokon át is folyamatosan működő Koszorú Béla órás műhelye 77 év után végleg bezárt. A szekszárdi órás dinasztia sarjával beszélgettünk a szakmáról és az ikonikus óráról, amely a szekszárdiaknak évtizedeken keresztül mutatta a pontos időt. Édesapám hozzájutott ehhez az órához, valószínű javításra kapták, vagy kapta, viszont nem lehetett megjavítani, vagy egyéb körülmény adódott, ami miatt kikerült a használatból. Tehát nem tudták üzemszerűen működtetni. Na most édesapám ezt megvásárolta az illetőtől, azt nem tudni ki volt, ugye ez a 1939-40-es években történt, és átalakította ő saját maga egy nagyon jól működtethető mechanikus órává. Ugye nagyon jó mechanikus óraszerkezeteket gyártottak abban az időben, és beleszerelt egy jó minőségű úgynevezett járó mechanikus szerkezetet, ami semmi más nem csinált azon kívül, hogy az időt mutatta. Tehát nem ébresztette, nem ütött, és nem csinált semmit, csak mutatta az időt. És tulajdonképpen ez volt a célja vele, hogy egy
egy reklámórát saját céljára gyártson, illetve létrehozzon. Na most, amikor ugye ő aztán bevonult katonának, elvitték az orosz frontra, rettenetes hányódásokon ment keresztül, a halál torkából hozták vissza, 8 helyen sebesült egy orosz robbanó aktántól, és azt hitték meghalt, de még volt pulzusa, és feltették egy éppen arra járó német kórházvonatra. Feltették a felcserek, és elszállították egy német kórházba, Magyarország területén működő német kórházba, ahol apácák voltak az ápolónők, és visszahozták az életbe. Hosszú ápolás után került haza Szekszárdra, itt aztán kiváltotta az iparengedélyt, és működésbe lépett, hogy úgy mondjam. Egy idő után olyan jól ment már, hogy megvásárolta a Szekszárdon a Rákóczi utca és a Mátyás Király utca sarkán levő sarokházat. Hatalmas kirakat volt, és hát ez a nagyméretű óra, mert azért ennek voltak méretei, ottan nagyon jól érvényesült a nagy kirakatban, és tulajdonképpen egy pontos időt mutatott a Szekszárd lakosságának, a járókelőknek, illetve a busszal közlekedőknek, mert az összes buszjárat ott haladt el a ház előtt. Én beleszülettem a szakmába, mert gyakorlatilag kisgyerekkorom óta én az apám munka asztala mellett nőttem föl. A játékaim is óra alkatrészek voltak. Nagyon jó lehetett játszani a különböző fali órák, vekkeróráknak a kerekeivel. És akkor, hát sajnos a politika beleszólt aztán a apám működésébe, illetve a szakba, maga az órás és az ékszerész, mert ékszerész is volt, ékszerész szakma működésébe. 1950-ben leállamosították, gyakorlatilag ketté vágták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!